Üdvözöllek benneteket! A henger felszínével és térfogatával kapcsolatos videósorozatunkban elérkeztünk a 18. feladatunkhoz. A feladat a következőképpen szól. A henger felszíne 150 pi négyzetcentiméter. Sugarának és magasságának az aránya 1 aránylik a 2-höz. Ki kell számítani a henger térfogatát. Láthatjuk, hogy a feladatban egy arány is szerepel, tehát ezt is fel kell majd használnunk a térfogat kiszámításához. Írjuk fel a kezdeti adatokat. Tudjuk, hogy a felszín 150 pi négyzetcentiméter. Nézzük az arányt. Sugár aránylik a magassághoz, tehát ebben a sorrendben írjuk. Sugár aránylik a magassághoz, mint ahogy 1 aránylik a 2-höz. A henger térfogatához szükségünk lesz alapterületre és testmagasságra, illetve a sugárra is, tehát ha majd kiszámoljuk az egyiket, akkor az aránypár segítségével ki tudjuk számítani a másikat is. Mivel tudunk elindulni? Hát a felszín képletével eléggé merész lenne rögtön elindulni, hiszen sem alapterület, sem palásterület nem áll a rendelkezésünkre. Kezdjük először ezt az aránypárt, próbáljuk meg megérteni, hogy ebben mi is található. Ha felírom az arányt, tudjuk, hogy az aránypár megoldásánál mindig azt a szabályt követjük, hogy külső tagok szorzata ugyanannyi, mint a belső tagok szorzata. Tehát, ha most a két külső tagot, ami ugye a sugár és a kettes, összeszorzom, ugyanazt kapom, mint hogyha a két belső tagot, a magasságot és az egyest szoroznám össze. Én most ezt pont fordítva fogom, hiszen az 1x h, ugye az egyes majd nem sokat jelent, tehát el tudjuk tüntetni. Így akkor azt kapjuk, hogy a magasság az valójában 2x r. Ezt a magasságot már fel tudjuk használni a felszín esetében. Nézzük, hogy hogyan. Ha most felírom a felszínek az képletét, 2x az alapterület plusz a palásterület. Mivel nem tudjuk még sem az alapterületet, sem a palásterületet, ilyen esetekben magát a két területet is helyettesíteni fogjuk a képleteikkel. Hogyan is néz ez ki? Így írjuk, 150 pi, tehát a felszín helyett írom, hogy 150 pi, 2x, alapterület helyett írom az r négyzet pi, tehát ez az alapterületnek a képlete, plusz a palásterület helyett írom, hogy 2x r/π/h. Láthatjuk, hogy két változó is ismeretlen benne, az egyik a sugár, a másik pedig a magasság. Sőt, a sugár az még második hatványon is van, tehát ha így nézzük, akkor ez egy másodfokú egyenletnek néz ki. Viszont az előző aránypár segítségével láthattuk, hogy a magasság ugyanannyi, mint a sugárnak a kétszerese. Hát a magasság csak egyszer szerepel, akkor ezt a magasságot helyettesítsük ezzel a 2x r-rel. Hogyan néz ki most akkor az egyenletünk? 150 pi egyenlő. 2x r/π plusz. 2x r/π-t azt csak lemásoltam, és ugye a magasság helyett ide másoltam a 2x r. Így ebben a második tagban össze tudom szorozni a kettest és a kettest, az majd lesz 4, a két sugarat, ha összeszorzom, r/r az r négyzet, és a pi-t csak lemásoljuk. Mit is jelent ez? 2r/π az megmaradt, plusz, ahogy már mondtam, kaptunk most 4r/π-t. És ami most jobb oldalt látható, 2r/π plusz 4r/π, valójában mind a kettő azt mondja, hogy valamennyiszer r/π, össze tudom őket adni, 2 kacsa plusz 4 kacsa, ugye az 6 kacsát fog adni, így akkor a mi esetünkben ez 6r/π lesz. Hogyan tovább? Hát az első dolog, hogy szabaduljunk meg a pi-től. Bal oldalt is, jobb oldal is található pi, ezeket le tudjuk egyszerűsíteni. Mivel az ismeretlen előtt itt 6-os van, éppen ezért bal oldalt, jobb oldalt elosztjuk 6-tal. Hogyha az 6r/π elosztom 6-tal, ott a 6-os leegyszerűsül, a 150-et pedig, hogy elosztom 6-tal, akkor 25-öt fogok kapni. R négyzet, hogyan szabadulunk meg a négyzettől? Gyököt kell vonni bal oldalból, jobb oldalból. Így akkor a gyök és a négyzet leegyszerűsül, és most már simán láthatjuk, hogy 25-nek a gyöke az 5, tehát a sugár, ez a sok-sok számolás után megkaptuk, hogy 5 cm. Miután kiszámoltuk a sugarat, akkor hozzáfoghatunk a magasságnak a számításához, ami most már nem lesz nehéz, hiszen láthattuk az előző aránypár segítségével, hogy a magasság az kétszerese a sugárnak,
vagyis ha a sugár az 5, 2x5 az 10 cm. A feladat nehezén már túl vagyunk. Kiszámoltuk a sugarat, kiszámoltuk a magasságot, nézzük még az alapterületét és a térfogatot. Az alapterület R négyzet pi. Helyettesítsünk. 5 a négyzeten, az 25, tehát az alapterületünk 25 pi lesz. Haladjunk tovább. Térfogat. Alapterület szorozva magassággal. Az alapterületet az előtt számoltuk, az 25 pi, a magasság az 10, így tehát a térfogat 25x10, az 250 pi, és ugye a mértékegység köbcentiméter. Íme eljutottunk a kérdéses hengernek a térfogatához, ezzel be is fejeztük a mostani feladatunkat. Köszönöm a figyelmeteket!